Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit első vasárnapján adventnek, gyertyagyújtó ünnepségünkön. Hát kicsit rendhagyóra sikeredett. A fellépő művészekkel beszélgettem az imént, hogy 30-valahány éve dolgozok művődési házakba, de nekem adventkor még sose esett az eső, úgyhogy bekényszerített ide minket kint a technikát, meg hát nem lehet meg, ugye senki nem tud ilyen esőbe kint lenni, se a művészek, se a nézők, mert annál azért jobban esik, hogy egy 3-4 órát ott álljunk kint. Kedves berenteiek, úgy gondolom, hogy nem kell vallásosnak lennünk ahhoz, hogy érezzük, hogy az adventtel a legszebb ünnepünkre készülünk fel. Az advent jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme. Megérkezni és türelemmel várakozni. Milyen egyszerűnek tűnik mindez, milyen könnyű kimondani, de milyen nehéz ezt a nyüzsgő és rohanó világunkban megvalósítani. Mert olyannyira elfoglalnak minket a hétköznapokban a feladatok, a kötelezettség, a világnak való megfelelés kényszere, hogy amikor egy kissé lassítani kellene és szeretteink felé fordulni, bizony csak nehezen vagyunk képesek a megállásra, az odafigyelésre. Mi ennek az oka? Tehetjük fel a kérdést. Talán az, hogy a mindennapokban a várakozás sok-sok negatív élménnyel függ össze. Türelmetlenséggel, tehetetlenséggel párosul, s közben a nagy sürgésforgásban oly könnyen feledkezünk meg a hozzánk legközelebb állókról, az otthon nyugalmáról, szeretteinkről, miközben lelkünk legmélyén csak erre vágyakozunk. Az adni vágyásról, az odaadásról, a másokért, szeretteinkért való tenni akarás érzéséről. Ez a szent időszak tehát egy olyan átváltozást jelent, amely bennünk zajlik, hogy akarjuk azért, hogy időben készen álljunk arra, hogy egymás szemébe nézve, egymás kezét megszorítva, valóban átéljük a közösség ünnepét, a családi békesség nyugalmát, a megváltó Jézus Krisztus születését, aki értünk született. Kedves berenteiek! Sokszor üres szlogennek hangzik, elcsépelt kifejezésnek talán, de az elmúlt 2 évben valóban rendkívüli időszakot élünk. A járványhelyzet a hétköznapokban, és nem csak advent időszakában, lelassított bennünket, bezárkózottabbá váltunk. A kapcsolattartás távolabb élő családtagjainkkal, rokonainkkal, barátainkkal nehezebbé vált. Rendkívüli időszakot élünk. Ezért is különösen nagyon fontos most az egymásra figyelés, a törődés egymással, a másik felé való fordulás legalább ilyenkor, ha már az év többi napján kevésbé jut erre lehetőség a járvány közepette. Ehhez a meghitt hangulathoz próbál a 4 adventi vasárnapon Perentek község önkormányzata és a művelődési ház egy kicsit majd hozzájárulni a földíszített főtérrel, az ünnepi műsorokkal. A mai napon Szél Anikó és Stanislav László az Egri Gárdonyi Színház művészei fognak ideillő dalokat énekelni. Kívánok Önöknek az adventi ünnephez sok-sok türelmet, nyugalmat, tiszta szívet, szeretteik körében eltöltött, meghitt, boldog karácsonyi ünnepeket. Már amennyire a járványhelyzet engedi a családtagokkal, a rokonokkal, a barátokkal való kapcsolattartást. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. Köszönöm, hogy meghallgattak. Jó szórakozást kívánok! Nagyon szépen köszönjük. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Remélem erőben és egészségben. Ugyan az idő egy kicsit megtréfált minket, de úgy gondoltunk, hogy szedünk egy kis csokrot, kis képzavarral élve a magyar és világ musicalek legszebb, talán ideillő dalához. Csodálatos ez az időszak, ez az adventi időszak,
hiszen várakozással várunk a karácsonyra, várunk Krisztus eljövetelére, újra eljövetelére. Kinek-kinek mi van a lelkében, és ki mit vár leginkább. De szerintem a gyerekek várják leginkább a karácsonyt, meg a Mikulást, meg mindenfélét, és ilyenkor nekünk, szülőknek, nagymamáknak, nagypapáknak van éppen elég dolgunk a karácsonnyal. Mégis olyan csupán, olyan furcsa egy kicsit minden. Van egy kis furcsa érzés a levegőben, és minden csupa-csupa furcsa. Kérjük. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Aki ismeri, nyugodtan énekelhet velünk egy kicsit. Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk, három király, mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos, itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hár király a nevem, segíts édes Istenem. Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi, vén papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék a féle, földi király személye. Adjon Isten, megváltó, megváltó! Jöttünk meleg országból! Főtt kolbászunk minden fogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szerecseny király. Pirul, pirul, Mária, Mária, boldogságos kismama. Hulló könnyes záporánát, alig látja Jézuskáját. Hasonlászol, mint muzsikál, meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Köszönjük szépen, és mindenkinek boldog készülődést kívánunk! Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk mindannyiójuknak, és nagyon jó egészséget! És reméljük még egyszer majd ez a színpadon állhat Cél Anikó! És Stanislav László! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Azt hiszem valamennyiük nevében mondhatom Cél Anikónak és Stanislav Lászlónak, az Egri Gárdony Színház művészén kezdte a kis kedves aranyos adventi műsort. Hát én az elmúlt 40 percben többször kikukkáltam, a helyzet változott, negatív irányba, szakad az eső, ömlik, úgyhogy oda nem igazán tudunk kimenni, de ahogy említettem is a bevezetőmbe, itt a belső udvaron, ami fedett, egy kis forró teával, forralt borral, pogácsával készültünk önöknek, úgyhogy én azt kérném, hogy menjünk ki oda, és akkor ott a szabadba azért mégis egy fokkal adventi hangulatba, jobban, mint itt bent a zárt téren. Töltsék még velünk ezt a néhány percet, ha idejük engedi, meg hát, ha akkor csillapodik az eső is, és akkor kevésbé megázva sikerül majd hazamenni. Várom önöket az elkövetkezendő három adventi vasárnapon is. Ahogy említettem, Jenei Gábor és Pándi Piroska a Fővárosi Madách Színház művészei fognak szerepelni.
remélhetőleg az időjárás már kegyesebb lesz hozzánk, és kint tudunk lenni a főtéren. A harmadik vasárnap az Ózdi Zenészínház és fényjáték lesz, az utolsó vasárnap pedig az iskola, az óvoda és a dalkör. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és kérem, jöjjenek ki velem a belső udvarra, és egy kicsit még eszegessünk, iszogassunk, beszélgessünk. További szép estét kívánok! Szeretet, ha is most tervezett,